Halló, halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, Magyarország legkomolyabb világgazdasági és kriptohírodója. Nézzük is, azt mondja, hogy új kis videó, bónusz, azt mondja, a démonokrata módszerek választási csalásra. Összeszedtem, nagyon jó dolgok jöttek itt a napokba, és akkor kezdjük is elnézni. Első körben ugyebár Joe Rogan-től és Trump-tól szinkronizáltam egy részt az interjúból a választási csalásokról. Ennek most megy még a feltöltése, majd mire ezzel a videóval megleszek, vagy felvétellel, vagy 4 óra múlva, addigra már valószínűleg ez is fel lesz töltve, akkor majd kiadom, úgyhogy első körben ezt is tudja nézni az ember. Itt egy interjú, ugyebár, na de amit itt most hozok, ez meg konkrétan, pörgősen, gyorsan tények, friss tények arról, hogy csalják el a választást a démonokraták. Kezdjük onnan, hogy azt mondja, hogy első körben, azt mondja, hogy ugyebár itt is a nyúl ürege hozza, hogy ha a szólásszabadságot elveszik, akkor a hülye sötét, dumb and silent may lead. Hát igen, akkor hülye birkák mehetnek ugyebár a vágóhídra, mert ugyebár cenzúráznak mindent. Itt is, ha beírja az ember a Google-ra a keresőbe, hogy a cenzúrával az miért ilyen meg olyan, csak olyan válaszokat hoz fel a Google, hogy jaj, a cenzúra az fontos, az szükséges, az nagyon fontos nekünk, az nagyon jó az iskolákban, az mindenre jó a cenzúra, ugyebár csak azt nem mondják el, hogy hát így cenzúrával ugyebár azzal törlik ki a propagandának, csak a propagandát hagyják a médiába, hogy a teljes igazságnak a számukra kellemetlen része, részét nehogy láthassák az emberek. Elon Musk is írja, hogy így van, igen. Aztán azt mondja, hogy jaj, itt próbálják mondani, hogy jaj, mesterséges intelligenciás chatrobotok, meg mindenek vannak New Yorkba, próbálják nyomni, hogy jaj, nagyon nagy a rizikó a félretájékoztatásnak, ha még az ember a végén még nem megy el szavazni, mert rossz infót hall, hát ugye már meghallja a végén a valóságot, hogy a démonokraták miket csinálnak, azt el sem megy szavazni kamarára, ezt nem szabad, mindenképp menjen el mindenki szavazni, csak a propagandát, nyugati démonokraták propagandát egye mindenki. És akkor erre nagyon jó példa, ugyebár ezt majd meg fogom közben szakítani, mert ez videóból részlet, nehogy aztán gond legyen itt a videóval, ez 20 másodpercnél többet, vagy 10-15 után meg fogom két részletbe adom le. 2269. rész, ugyebár itt van első, második, harmadik rész, három részből áll össze ez a kis videó. Választási csalás ellen csak a Bitcoin véd, ugyebár Narcos Mexikónak a második évad 8. részéből tipikus választási csalás, hogy ment a 80-as években az USA-ba, vagy az USA-ba, már Mexikóba. Szerencsétleneknek sejtelmük sem volt, hogy hamis adatokat látnak, pedig, és ez már nem tréfa, ezt a szarságot küldték világgá. Hát ugye bár, és mindjárt elmondják, hogy miért, csak egy kicsit kiváltok, hogy nehogy baj legyen abból, hogy 25 másodperc egybe a videó, na hogy miért küldték a szart, nyomták az embernek a szemébe. Mert az emberek országszerte figyelték a híreket. És amint látták, hogy a PR-i elnyerésre, szerintetek mit mondtak? Azt, hogy bassza meg. Minek szavazzak? Ez már eldőlt. Ezt is megint a PR-i nyeri majd. Így le. Ugyebár, hogy el sem mennek szavazni, és akkor a másik párt meg tudja nyerni, mert azt hazudják, hogy jaj, hát ez úgyis csak 1% szavaz rá, vagy 10% akármi, ne is menjetek el választani. Így megy a manipuláció, ez az alapja az egésznek. Ezért fontos, hogy ugyebár olyan média propagandákkal próbálnak jönni, hogy jaj, hát a másik nagyon szar, el sem menjél szavazni. Ettől félnek most a démonokraták is, hogy nem fognak elmenni a hülye kamalára szavazni nekik. Na is akkor ott tartunk, hogy ugyebár egy héttel ezelőtt kb. Ott tartottunk, választási szavazásoknak kétféle dolog van ezzel kapcsolatban, előzetes tippek. Az egyik a közvéleménykutatás leghalára manipuláltabb szar, ugyebár arról is hozok majd mindjárt példákat, a USA-ban 330 millióan laknak, megkérdeznek 1000 embert, annak gondolom a fele csókos démonokraták beépített emberei, és akkor olyat rajzolgatnak, olyan számokat, amit szeretnének. Konkrét példa mindjárt lesz erre. A másik fele, hogy lehet előre a választási eredményeket figyelgetni, a tippelős piacok, ahol az már nem olyan, hogy valakinek, a csókosoknak a véleményét beteszem, ott már pénzzel kell fogadni, ugyebár fogadnak egymás ellen az emberek, hogy ki fog nyerni. Arra egy kicsit komolyabb, de hát azt is ugyebár szarra lehet manipulálni, démonokrátnak több mindegy, úgyis a népadójából, mert most lefizetnek pár IT-s embert, hogy akkor ilyen... tudom is én, Robot Józsi 28 néven, akkor tegyen meg 500 dollárt, meg 1000 dollárt, hogy kamara fog nyerni, és akkor ezt is tudják manipulálni háttérből, ha akarják. Na de a tippelős piacokon úgy néztünk ki, ez mutatja kicsivel jobban a valóságot, de hát mindent lehet manipulálni. 65% Trumpnak, 35% Kamalának. És akkor azt mondja, hogy ebbe a hírbe még annyi van, innen indultunk egy hete, két hete. A fogadós piacok, meg a közvélemény kutatások. Azt mondja, hogy nem mindig helyesek, hát mondják ők is persze, mert szét vannak trollkodva, vagy manipulálva az egész.
Hillary Clinton ez a legjobb példa. Hillary Clinton úgy nyerte meg a választást Trump ellen 2016... Ja nem nyerte meg, hülyeséget mondok, de hogy nyerte meg a választást. Hillary Clinton a 2016-os USA választásokon az utolsó hetekben, mint amit most is majd látjuk, hogy Kamaláik ugyanezt csinálják a démonokraták, mint annó tömeggyilkos Hillary Clinton, az utolsó hetekben olyan közvélemény kutatásokat rajzoltattat ott a haver intézményekkel, amik azt mutatták, hogy 89% hogy Hillary fog nyerni, jaj, el sem menjen senki Trumpra szavazni, úgyis 89% hogy Hillary nyer. Csak hát ez olyan már manipulált szar volt az egész, a végén persze, hogy Trump nyerte a választást. Tömeggyilkos Hillary Clinton ugyebár, akinek 60 vagy 56 barátja véletlenül öngyilkos lett ugyebár, mikor elkezdtek nyomozgatni utána, hogy milyen mocsok az asszony, akkor ugyebár CIA-vel kinyíratott mindenkit, ez ugyebár olyan, mint amikor Putyin kidobáltatta az embereket az ablakon Oroszországban, kidobáltatja, mert hát az sem múlt, hát most is kidobáltat bárkit, aki nem tetszik neki. Ugyanez megy nyugaton, csak hát ugyebár ott nem csinálnak olyan nagy csinadratát nekik, mert hát a démonokraták rossz ímet tűnnének fel, hogyha ezt bejelentenék, hogy ilyen tömeggyilkosok indulnak elnökjelöltnek az USA-ba. Jó, előző videóban benne volt, hogy bár Joe Rogan Trumposban mondta Trump is, hogy hát igen, hát nem, hát mondta a CIA, meg ez azonban azt, hogy jaj, hát ne akarja már Hillary-t börtönbe záratni, mert hát kismillió ok van, amiért börtönbe lehet záratni, teli vannak bizonyítékokkal, meg minden, de hát milyen rossz fényt vette már az USA-ra, ugyebár, hogy egy tömeggyilkos indult elnöknek. Na és akkor tovább azt mondja, hogy republikánusok elsőbbrő többséggel nyerni fognak-e, a tippelős piacok mit jeleznek előre, a fogadós piacok. Jaj, nem is, azt mondja, hogy jaj, Kamala, igen, és akkor most már Kamalát is elkezdték felhúzni már, ahogy mondtam, az előbb nyomják be oda a démonokrák, oda is a pénzeket, ami úgy állt, hogy 65-35 még egy október 29-én, atya úristen, 4 nappal ezelőtt, most ugye már mikor holnap után választás az USA-ba kezdődik, aztán majd vége, ki tudja mikor lesz, mert még egy afrikai választás is hamarabb lemegy, mint az USA-ba, mert ott hetekig manipulálják, mire kiadják, hogy a végét, maradjunk ennyibe. És akkor ugye 4 napja még 65-35 volt, jaj, hát most már elkezdik fizetgetni itt a pénzeket befele, hogy jaj, tűnjön úgy, hogy nehogy már ne menjenek el ugyebár a démonokraták szavazni, mert hát Kamalára a harmadasra akar az embereknek szavazni, már itt rajzolgatják fel a számokat, tolják bele az adófizetők pénzét, hogy úgy tűnjön, mintha 50-50 lenne. Most perpi 55-45-re felhúzták Kamalájukat, jó, és akkor tovább azt mondja, hogy... Itt is nyomják CNBC-n friss hír. Jaj, hát a választás az eszméletlen fejfej mellett van. Ugye bármikor 3 napja láttuk a tényeket, 4 napja, hogy 65-35-re Trump vezet. De próbálják eladni a démonokraták, hogy jaj, de Kamalára is menjen már mindenki szavazni, meg 50-50 van. Erről külön videót is csináltam, a saját vizeinket is mondom, hogy itt is kriptós híreket hozok meg minden, de itt is mondom, ami mocsok van. Mert ugye már itt is 2161. részben is benne volt, hogy a közvélemény kutatós színház, hogy például jaj, mennyi kriptós van az USA-ba, csináltak egy olyan közvélemény kutatást, a 330 millió amerikai emberből 2200-at megkérdeztek, annyit betettek 500 kriptósat. És akkor persze, hogy azt mutatta ki a végeredmény, hogy tudom is, a negyede az kriptós az egész Amerikának, 30%-a kriptós, mert belemanipuláltak 30% embert, aki kriptós. Megkérdeztek volna átlag 2000 embert, kijött volna 5%-a kriptós, nem 30. Úgyhogy itt is ugye figyelni kell a metodológiákat, hogy manipulálják szarrá ezeket a mocskos közvélemény kutatásokat. Aztán azt mondja, hogy na már megint a közvélemény kutatások sokkoló eredményt mutatnak, jaj, már van ahol, 3 nappal ezelőtt a választás előtt, ja, már elképzelhetetlen, már Iowa-ban már olyat rajzolnak, hogy már Kamala vezet 47-44 a Trump-al szemben, ugyebár tiszta vicc. És valami, itt van 3 mocskos cég is, The Moen Register, meg a Mediacom Iowa, meg valami ilyen Seltzer, aki a Seltzer & Corporation csinálja, velük, ezek a lefizetett emberek, ők csinálnak ilyen manipulált, össze-vissza hazudott közvélemény kutatós sztorikat. A végeredmény az, hogy teljes meglepetés, még akik a politikát figyelik, semmilyen komoly, nem létezik olyan komoly elemző, aki arra gondolt volna, hogy demokrata, hogy Iowa-ba demokrata jobban fog... Hát előrébb többen fognak szavazni Iowa-ba demokratára, mint Trumpra. Igen, hogy Kamalára többen szavaznak, mint Trumpra, ugyebár, vagy demokratára többen, mint republikánusra. De hát ugyebár, hát persze, hogy nem, mert hát mindenki tudja, hogy mi a valóság. Persze, ez a közvéleménykutatás rohadtul nem valóság, mert Iowa-t így is úgyis Trump fogja vinni. De azért még bepróbálják behazudni itt a választások előtt 3 nappal, hogy majd Kamala. Aztán Joe Rogan Trumpos interjúban is van a közvélemény kutatós színházról, amiről itt az előzőekben meséltem, plusz info. Itt már csak 1-2 perces sztori, azt mondja, hogy 19-22-ig, jó. Ez a közvélemény kutatása, ez eszméletlen bizarr egy dolog a legtöbb ember számára.
Mert a legtöbb ember ugyebár nem is válaszol ilyen közvéleménykutatásra, nem is keresik őket meg semmi, hogy honnan a levegőből jönnek ugyebár ezek a közvéleménykutatásos eredmények. So they read the polls now. Well, you're... Szóval, igen, olvassák itt a közvéleménykutatós eredményeket. És ugyebár téged hívtak már fel valaha, hogy adják közvéleménykutatásba, mondjál valami véleményt, soha nem hívtak fel. Engem se hívtak fel, sohasem, mondja Trump is, meg Joe Rogan is. De még hogyha fel is hívnának, akkor sem válaszolnánk nekik, hát ezer dolgom van. Tudod, szerintem hogy csinálják a közvéleménykutatásokat, jön itt Trump. Lehet, hogy ilyen bajba kerülök, de... So I really don't believe too much in him. Én egyáltalán nem hiszek ezekbe a közvéleménykutatásokba. So, well, 2016 taught a lot of people about the ineffective. Hát ugye már 2016 mondja Joe Rogan itt hozza a kamalás példát, vagy kamalás már a tömeggyilkosos Hillary Clintonos példát, hogy 2016 is nagyon vörös választások is nagyon jó példák ezzel kapcsolatban. Mert ugye már ott is ugye már rajzolgatták, hogy jaj, majd a démonokraták fognak nyerni, azt így is úgyis Trump nyert. 30-40,000 people. Hillary would go, they have 500 people. És nekem itt a gyűlésémre meg ez az 30-40,000 ember jött el, ugyebár. Hillarynek meg 500 ember, hogyha lézengett ott a gyűlésein. Well, they tell me I'm gonna lose. És azt mondták, hogy én fogok veszteni, akinek 10-szer annyi ember jön el a gyűléseire. So why am I gonna lose? I have 40,000 people here. Tehát egy Trump is, hogy mi az Istenért vesztenék? Hát itt van 40,000 ember. 200 people. Neki meg 200 ember volt kb. Ott körülötte. But you know, I have a theory. These pulses, they charge you a lot of money too. You know? De ugyebár van egy feltételezésem, ja várjunk már előző dologra, mert ez tegnap meg lesz az nekem. Nem mindegy, menjünk tovább ezzel a sztorival. Tegnap elmentettem egy nagyon jó képet, csak most nem tudom, hogy megtalálom-e, úgyhogy hagyjuk. Ugyebár a démonokrata, a média az úgy csinálja, hogy beállít maga mögé a kamerába, felülről nézve, hogyha madár egy drónról megnézzük, akkor 100 ember van össze-vissza, sehol nincs senki az utcán, 100 ember becsődítenek egy 10 négyzetméterre, és ott veszik kamerával a hírt, hogy jaj, ezen a 10 négyzetméterre mindenki fel van háborodva, összes démonokrata, meg mindenki tüntet, 100 000 tüntetnek, blablabla, amikor 100 ember csődítettek oda a látványcirkusznak. Na de tovább visszatérve erre. 200 people. But you know, I have a theory. These pulses, they charge you a lot of money to get. De szerintem ugye van egy elméletem, hogy ezekért a közvéleménykutatásokért nagyon sok pénzt elkérnek. They charge you $500,000 to do something. Tehát egy $500,000 kifizetnek ugye bár az adófizetők pénzéből arra, hogy ilyen közvéleménykutatásos színházat csináljanak. Stupid Paul, and they interview like 251 people. És megkérdeznek ugye bár, hogy 251 embert a 330 milliós Amerikából ilyen elenyésző picsányi semmi embert kérdeznek meg, annak is ki tudja, lehet, hogy a fele beépített ember, ezt már csak én tettem hozzá. Szóval visszatérve a Trump-os sztorihoz, megkérdeznek mondjuk 250 embert. I don't think they interview in many cases. I don't want to get. Szerintem nem is készítenek interjút a legtöbb esetben. Myself in too much trouble. Nem akarok túl nagy gondot magamnak, túl nagyon belemenni a témába. I think they sit there, they make a deal, they get $500,000. De szerintem itt a háttérben lebizniszelik egymással, jó van, tessék, itt van $500,000. Trump's leading 51-49. És akkor rajzolnak valamit, hogy Trump vezet 51-49-re, vagy Kamala, vagy akármi. Says, oh. És bejelentik, és akkor mindenki, hogy oh, jaj, de jó, 51-49, hú, de jó. You understand? Yeah. Érted? I'm a very common sense person. Én nagyon józan eszű embernek tartom magam, vagy józan eszű ember vagyok. They probably don't always poll. És ők valószínűleg nem mindig csinálják meg ezeket a közvéleménykutatásokat. Some of them probably never poll. Néhányon közülük lehet, hogy soha büdös életben nem csinálnak semmilyen közvéleménykutatást, csak kirajzolnak valami számot a jó pénzért. What's the difference between 49 to 51? Mert hát mi a különbség a 49 meg az 51 között? Hát semmi ugye már. 47.5. Well, it's also a tiny percentage of the population. Meg ráadásul mondja Joe Rogan is, hogy egy nagyon pici szeglete, egy pici része a társadalomnak, amit mondok, hogy 330 milliós Amerikából 1000 embert, szaros 1000 embert megkérdeznek, azt mondják, hogy az reprezentatív közvéleménykutatás, és hát tényleg csinálok egyet, mert számoljuk már ki, hogy 1000 per 330 millió. Jó, 6-0, meg utána egy 3-as, na annyi százalék. 0,0003 százalék, vagy valami ilyesmi, amennyit megkérdeznek, és azt mondják, hogy az egész ország így gondolja. I don't think it's representative of. Tehát ő is mondja, hogy hát szerinte se reprezentatív ez az egész. The overall. A teljes lakosságra, 330 millióra nézve az ezres. Population. I just don't think I don't know of one person.
in my whole life that én Trump meg mondja, én nem is, az egész életem során nem találkoztam olyan emberrel, akit valaha felhívtak volna, hogy közvélemény kutatással kapcsolatban. Pontosan így van, mondja Joe Rogan is. That's my point. Ő is mondja, hát igen, ez a lényeg, én is ezért mondom ezt, erre alapozom. Here's my question. But I shouldn't. Szóval itt van a kérdésem. Yeah, because I'm doing very, you know, really well in the polls. But I think that's. So this week I happen to believe in a verse. I only believe in the good. No. Jó, de Trump mondja, jó, de most tök jót mutatnak a közvélemény kutatós adatok is, úgyhogy most örülök, de hát alapvetően nem hiszek ezekbe. Like this month. But no, I honestly believe that this is probably a lot of fraud. Igen, most tök jó, mert most a hónapban most engem hoznak ki győztesen meg minden, de hát szerintem e mögött egy óriási csalás van az egész közvélemény kutatós színház mögött. I had a poll, Washington Post, ABC. Volt egy közvélemény kutatás, Washington Post csinálta meg az ABC. The Hillary thing. A Hillary-s dolognál. One Wisconsin. They had me down 17 points. Wisconsinban azt mutattatták ki, hogy jaj, hát én 17 ponttal le vagyok maradva a tömeggyilkos Hillary-től. It's the day before the election. A választás előtt egy nappal le vagyok maradva 17 ponttal. I knew it was wrong because tudtam, hogy ez teljesen téves, meg hazugság. I had a rally. I had 29,000 people in the mert 29,000 ember jött ki oda a kampánygyűlésemre. És úgy, hogy ráadásul Wisconsinban 0 fok volt. Még befagyott a picsájuk, azt így is kijött 29,000 ember hozzám, hogy rám akar szavazni. Ezek a démonokraták meg azt rajzoltatták a közvélemény kutató színházukba, hogy jaj, hát én vesztésre állok, 17 ponttal le vagyok maradva. Points. In other words, you had no chance, and I won. És megnyertem a választást, ugye vár? Hiába a közvélemény kutatás ide meg oda a manipulált szar. And I called up my pollsters, good guy. És felhívtam az én emberemet, nekem is van egy közvélemény kutatós haverom. Good guy, I believe he's legitimate. And mert még neki el is hiszem, hogy talán még úgy jól is csinálja a dolgokat. Some of them aren't, some of them aren't. Néhányan van, lehet, hogy le vannak jók, meg rosszak is itt a közvéleménykutatós színházat üzemeltetők közt. És megkérdeztem tőle, hogy figyelj, már hát miért rajzolták ennyire le, hogy ennyire le vagyok maradva Hillary-től? Hát senki nem fogja a jövőre, senki nem fog nekik hinni, hogyha ennyire manipulált szar közvéleménykutatásokat hoznak ki. And they said they don't care. És mondta nekem a közvéleménykutatós haverom, hát leszarják, hát egyáltalán nem érdekli őket. When you're down 17 points. Mert amikor 17 ponttal le vagy maradva. People are gonna stay home. Az emberek otthon fognak maradni, nem fognak elmenni szavazni. Ugyebár ez volt a Narcos Mexikóban, ott van konkrét példa a kis videóban. Azért csinálják, azért rajzolják úgy, hogy valaki jaj, de nagyon le van maradva, hogy nehogy a szimpatizánsai elmenjenek szavazni. Because they're gonna say, I love Trump, but I'm not gonna waste my time, it's cold. És jobbára mondják, hogy jaj, hát akkor ezért, jaj, hát szeretem Trumpot, de hát nem fogok, hideg van, nem fogok akkor kimenni a gyűlésre, meg minden, hogyha ennyi le van maradva. I said, but what do they make at 4 or 5? He said, at 4 or 5. És ide kérdezte Trump, hát de akkor miért nem csak 4-5%-kal olyan közvéleménykutatást manipulálnak, ami azt mutatja, hogy csak 4-5%-kal vagyok lemaradva, miért ilyen hihetetlen, embertelen fassággal jönnek, hogy 17%-kal le vagyok maradva. És azt mondta nekem, hogy at 17, they're not gonna go and vote. Mert hogyha csak 4-5%-kal van lemaradva az ember, akkor elmennének szavazni, ha már 17, azt rajzolják, hogy 17%-kal le van maradva valaki, akkor nem fognak elmenni szavazni. Másodperc meg közben egy friss dolog megint eszembe jutott, hát nem friss dolog, mert ez 1000 éves videó, de nagyon durván ideillik, amit elfelejtettem kigyűjteni. Sziasztok. Úgyhogy azt mondja, hogy jaj, de gyorsan akartam, hogy az Istenben van az tömegmanipuláció, igen. Tömegmanipuláció. Manipulációs módszerek. Jó, igen, meg is vagyunk. Ezt kétszer is lehoztam. Nézd már, ez kétszer is megvan. Na jó, akkor 878. rész ugye legegyszerűbb. Ezt már 4 éve is kiadtam, ja, elfelejtettem, vagy nem hozta ki. Na szóval itt van. Ebben nagyon szépen elmondják, hogy mi a tömegmanipuláció. Jó, viselkedés módosító ügynökségnek a hirdetése konkrétan. Na és akkor vissza az előző témához. Másodperc, mert megnézem, ha már kis szünet van, hogy meddig a 19-22-ig kell menni, 10 másodperc van még ebbe a részbe. So, think of it, this is the Washington Post, ABC poll. Tehát ez volt a Washington Postnak, meg az ABC-nek a közvélemény kutatása. I was down 17 points in Wisconsin. És ugyebár azt rajzolták, hogy Wisconsinban le vagyok maradva 17 ponttal. And I won. És megnyertem a szavazást, úgyhogy ezek azt rajzolták, hogy jaj, hát esélyem sincs. It's crooked stuff. Ez egy megbundázott szar, ugyebár átverés az egész úgy, ahogy van.
Na és akkor igen, azt mondja, hogy jaj, visszatérés, mert démonokra a választási módszereknél tartunk, vagy választási csalásos módszereknél, úgyhogy tovább ez csak egy kis extra kitekintő volt. Következő, most jönnek a nagyon friss dolgok. USA-ban, Arizonában már le is lett zsírozva, ugye már a választási csalás, 2408. résznek ez lett az alcíme. Ugyebár itt ennek a lényeg, ha valaki nem akarja megnézni, hát a USA véletlenül rájöttek, hogy véletlenül Arizonába, véletlenül állampolgárnak minősítettek 200 000 illegális migráncsot. És akkor mondják, hogy jaj, tudjuk, jaj, de hát majd a választás után most nincs időnk, majd a választás után foglalkozunk vele. Ugye le is van zsírozva, 200 000 migráncsot személy nélkül küldenek be démonokratás papírokat aláírni. Na aztán tovább azt mondja, hogy... Ja, ez itt nagyon jó, itt mutatják emberek, mondják, hogy követik már ezeket ilyen izé, milyen útfenntartós kocsival mennek előttük a nagy kormányemberek, és minden egyes Trumpos táblát leszednek, a kavalásokat otthagyják, a Trumposokat meg mindenhonnan leszedik, nehogy Trumpra szavazzanak az emberek, mondják, mert fél órája követik őket, ezt folyamatosan ezt csinálják. Aztán ilyen beépített emberek. Aztán ez még csak a lájtosan, a leglájtosabb dolog. American Papa Bear hozza, hogy Trumpnak a nevét elírták, hogy az is megtévesztette az embereket, nem Trump, hát még a billentyűzete nem lehet elütni ennek, meg pontnak, meg P-nek egy embertűt, de mindegy. Vagy ennek, meg pontnak egy embert. Jó, oké. Ez csak a jéghegy csúcsa. Na, haladjunk tovább. Azt mondja, hogy... Utána itt... Mutatja emberünk, hogy jaj, el se fogadják a személyét, nem szabad, egyáltalán nem is engedik, hogy a személyét meg akarja mutatni, hogy én szavazni jöttem, de mondják, hogy tilos, ezt egyáltalán nem szabad. Illetve, ami a legkomolyabb még ebbe, igen, hogy még az aláírása is nem is stimmel az aláírása, hogy valami, igen, szavazólapon, de mondják, jó, hát akkor csinálj egy új aláírást, és akkor úgyis jó, személy nélkül, akárhogy, mint valami harmadik világbeli korrupt világ, ez nem is valódi szavazás, hogy így megy már tényleg a USA-ba a dolog. Jó, következő, mindjárt jönnek a még komolyabb témák, na ez meg aztán, ezt megcsinálta a Simpson család még, fú, 1000 éve, nem tudom, 10-20 éve, hát az vagy 10 éve, amikor ezért Barack Obama meg John McCain volt. Ebből csináltak egy olyan verziót, amiben itt aktuális dolgokat mutatja. Ez ugyanaz a sztori, csak a régi videóba átírták a neveket, a John McCain-t, meg a anyám tudja másikat, Trumpra meg Kamalára. És akkor, na ebből is, de ez is 42 másodperc, hogy meg kell törni közben, hogy nehogy aztán baj legyen belőle. Jaj, de jó, ezek az elektromos szavazógépek. Megnyomja ugyebár, hogy Donald Trump, és beírja a gép, hogy egy szavazat Kamalára. Nem, hát én Trumpra akartam szavazni. Két szavazat Kamalára. Na, gyerünk már, megint, három szavazat Kamalára. Ugyebár így működik a sztori, és ez csak egy mese egészen eddig. Aztán jön a valóság. Azt mondja, hogy jó, szavazók, ez már pár napja lejött, itt is mondják, hogy megnyomják, hogy Trump, azt átugrik Kamalára. Ezen annyira nem látni, meg kiadja, mondják, hogy igen, szavazat, őrizd meg a szavazatomat, szavaztam Trumpra, kiadja a cetlit neki, hogy mit szavaztál, azt a cetlit meg már Kamala van. Na de ennél még komolyabb dolgok, sokkal komolyabb, meg frissebb dolgok is vannak. Na itt, ez nagyon jó. Nyomja az ember a Trumpot, ez szólni se kell semmit, látszik. Nyomja a Trumpot, az semmi nem történik. Másik megnyomja a Trumpot, azt már bepittyent a Kamala. Nesze neked, szabad manipulálatlan démonokat a választások. Még egy sztori. Azt mondja, hogy szintén zenész. Nyomják a Trumpot, az bekattant alatta hárommal Kamala. Kétszer-háromszor rányomtak, na akkor még Trump lett belőle. De egyébként tök mindegy, mert először ugye már évekig kell nyomkodni, hogy a végén talán elfogadja, valamelyik el se fogadja, valamelyik így is úgy is hiába nyom Trumpot az ember, azt Kamalának fogja beírni. Aztán azt mondja, hogy jaj, Kamaláék már jönnek itt, hogy szétmanipulálják a választást. Kamala azt mondja, hogy jaj, hát ha Trump bejelenti a győzelmet, még mielőtt kihirdetjük ugyebár a manipulált végeredményt, akkor el fog bukni, mint azelőtt. Hát ugyebár úgy átverjük, mint 2020-ban, hiába nyert ő, majd mi a háttérben nem mutatjuk meg a szavazatokat, meg beírjuk, hogy 20-szer szavazattal mi nyertünk a migránsokkal, azt akkor kész. Tök mindegy, hogy Trump nyert, le van szarva a demokrácia, mert mi démonokraták vagyunk.
Aztán azt mondja, hogy... Jaj, ez a... hát az a világ, az egyik legjobb vicce. Mi van ezután? Azt hiszem, ez az utolsó pillanat rész ebben, mindjárt visszatérek. Igen, jó, mert annak az utolsónak kell lennie, nehogy már hamarabb mondjam el, igen. Na és akkor itt a végére még kettő dolog van. Egyszer emberünk mondja, hogy elment szavazni, beszkenelték a, igen, a, hogy hívják, jogosítványát, azt mondták neki, hogy hát már szavaztál. Mikor micsoda személyt nem is kérnek, valaki az én... Elmentem szavazni, és valakinek elvileg ugyanaz a neve, mint az enyém. And same birthday, in the same state, és ugyanazon a napon született, ugyanabban az államban. And it says when they scan my license that I already voted. És amikor megnézték a jogosítványomat, azt mondták, hogy hát én már szavaztam. And yeah, I don't know what's going on. Nem tudom, hogy mi történik. Ráadásul még mondja, hogy teljesen furcsa nevem is van. Ráadásul még a, ez egy családnevem, még ilyen németes is a családnevem. Hát ez nem egy kis Józsi meg ilyenek, hát mi van itt? Aztán itt van még egy olyan, itt mutatják, hogy a beépített emberek itt ugye már választási csalók itt mennek, és akkor itt a hivatalnokokat töltögetik ki saját maguktól, amennyit akarnak, ott írogatják be mindegyikre, hogy Kamala, 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 lepecsételik, Kamala, 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 így gyártják Kamalának a szavazatokat a választási biztosok. Aztán a végére, ez a legjobb, olyan jó kis vicces sztori lett a végére, alkemista azt mondja, hogy mondja, hogy én dán vagyok, de mivel az USA-ba nem kell személyi a szavazáshoz, úgy döntöttem, hogy elmegyek, azt, amíg vakáción vagyok az USA-ba, addig leszavazok Trumpra. Hát most úgyse kell személyi, a kutyamacska bárki szavazhat az USA-ba, mert annyira gagyi az egész rendszer. Na, legyen is rá zárszó, azt mondja, hogy démonokat a módszerek a választási csalásra, megvan ez a kis videó is. Meglátjuk, mert lesz-e még erő, most itt lehet, hogy még jövök Trumposból, Trump, a Joe Rogan Trump interjúból még szerintem fordítok egy párat. Oké, na, erről ennyit, folyt köv, addig is, sziasztok!